Na, szép estét mindenkinek! Ez mi? Hát ez a Counter-Strike nevű játék, kérlek szépen Knobber, és ha arra irányult a kérdés, hogy miért streamelek, az meg azért van, mert... Igen, jó, összegyűjtötted ismételten. Gratulálok hozzá. Szóval az meg azért van, mert amúgy is terveztem még cheese-ni egy kicsit, viszont megint valami történik a játékkal. Ilyen vibrálások, de mi a... Miért vannak ilyen vibrálások? Várjál már. Egy fél pillanat, csak ezt megnézem, hogy ha leminimálizolom, akkor is történik-e, vagy OBS-nél történik ilyen. De volt már ilyen bugja a csének, ilyen villódzások vannak a játékban. Na, szóval igen, hogyha arra irányult a kérdés, hogy most streamelek, akkor erre ez a pofon egyszerű magyarázat. Szóval ez az oka. És hát ugye a terv az igazából az, hogy egyedül megyek, így, na, kicsit most megint szaggat, egyedül fogok menni, hát voltak, illetve vannak fönt ismerősök, így, igen, Leszki meg Piciber Science segédezik, hát így ismerősök játékban vannak, ja, a többiek pedig már... online, úgyhogy igazából úgy nincs. Dokiék hívtak még egy fél órája kb. Amikor még meccset néztem, akkor ugye még nem értem rá értelemszerűen. Most meg már meccsben vannak, azt hiszem, ha jól látom, öten így van. Úgyhogy egyedül fogok menni, de hát ez semmi változatosság, vagy különlegesség ebben igazából nincsen. Szóval megszokhattátok. Úgyhogy rá is nyomok egy fészit meccskeresésre. Azt mondja, hogy szóló. Már hogy nem a han szóló, hanem csak egy sima szóló mérkőzés. Ezt nem mindjárt meglátjuk, hogy igen, és 6 darab pont kell ahhoz, hogy felkerüljek level 3-ba, vagy hát 145 kell ahhoz bukni, hogy a soha nem látott level 1-es szinteket súroljam. Úgyhogy hát kíváncsi vagyok, hogy melyik fog összejönni. Hát annyit ma azért csak nem fogok játszani, hogy lebukjam egybe. Meg azért, ha játszom is annyit, akkor aközött csak lesz legalább egy-két győzelem is, úgyhogy... Na, de én vagyok a főnök, úgyhogy én csak Overpost Nuke Infi Mirage közül droppolták Infit. Hát, akkor én droppolom mondjuk Overpost. Na nézzük, hogy én sem Nuke és Mirage közül melyiket fogják. Hú-hú-hú! Maradt egy Nuke meg egy Mirage. Menjen egy Mirage, egy Miri bemelegítésnek. Legyen. És a helyzet az, hogy hát egy priméd 3-as ukrán csapattal fogok játszani, meg egy lengyel sráccal. Pff, hú, az enemy... Aha, igen. Enemyben van 2 török. Hát, azt én meg nem mondom, szerintem az... Hát, pillanat. Milyen zászló ez? Ez nem lett holland, mert ilyen nem ilyen halvány. Na mindegy. Hát, az lehet, hogy holland, de talán akkor van egy Navi Team, Iván, GGVP, de valami szerintem kongói zászló volt, természetesen. Dalaszin akkor ő is validálhatta az accountját. Nagyon jó, ennek örülünk, ugye? Meg Da Slubi. Igen. Ő egy dán. Ja, nem, Norvég, bocsánat. Úgyhogy, vegyes. Nem tudom, melyiktől féljek jobban, a három ukrántól és az egy lengyeltől nálunk, vagy két török, kongói, aki valószínű, hogy orosz, meg egy norvég, 150 meccsel level 2-ben. Ja, mondjuk én is ott vagyok. Ő is biztos mindig egyedül megy. Mint ahogyan én is. Jaj, mi lesz? Mi lesz? Tehát nem tudom, vereség. Na, gyerünk, csapassuk. Megy a szóló derang. Nem, akkor is akartam csézni egy kicsit. És akkor úgy voltam vele, hogy ha már itt most többen is streamelgetnek csét, hát ha majd, kapok egy kis raidet, ha ők előbb fejezik be a streamet. Na jó, nem csak ez volt benne nyilván, ha én végzek korábban, akkor én fogok raidelni természetesen, tehát hogy na, már is kaptam a fejest, ez nagyon hatalmas. Bazd meg, és nem találom el a kutyafáját neki.
Na, mi van, Slubi? Ha? Ez te is nagyon okos vagy. Ezek eszesek, biztos nagyon eszes. No, hát egyelőre bemelegítünk. Láttatok ide, hogy volt oda? Nem szar volt. Rosszul kiviteleztem. Nem? Már megint rossz. Ne. Pedig itt kell. Ez az. Juhú! Hogy értek kis barátocskáim! Az overlay, ilyen radarra gondolsz? Ú, tényleg, de jó, hogy mondtad. Radart bekapcsoljuk. Radarra gondolsz, ugye? Jaj, nem, ah, hülye vagyok. De radar is ott van már. Igen, igen. Nem felejtettem el, mert csak... Ups. Enemy sárga, meg enemy bulldog is van. Édes anyám. Miért kapunk ilyeneket? Váj! Azt nézem, hogy... Nem, ez így rosszabb. Gyug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 
Be careful! Be careful, fiúk! Úgy meg leszünk szerintem szurkálva, mint... Menj már anyára valagát! Én nem tudok felugrani ide. Hát, mi nem tudok felugrani. Yeah, but one is on city. Can you just come behind him? He's fighting. Ah, okay. Oh shit. He's half me. Hát, na, egyet lefedeztem, egyet megöltem. Ilyen bénák az ukrán csapattársaim. Köszönöm Ukrajnának. Mondjuk én nem csak az a... Na, hát igen, takartam. Igen, szóló feca, hát mi más? Mindegy, menjetek amerre akartok. Nem tudom, mit akartok. Oh, we need to come to what we?
Go short, go short. Yeah, yeah, I'm coming from there. One side. Nice, this is a nice plant. Szép, szépen izé eltereltük a figyelmüket. Pedig nem is volt róla szó, hogy terelő lesz, de nagyon. Hatalmas játék. Egy smoke window. Ja, nem innen kéne. Lehet, hogy pusolják. Kurva under mi? Mi az, hogy kurva under? Good job! Jaj, hú, de izgultam! Tényleg lovos volt, le volt felezve, mert... Ja igen, nem szabad mondanom, hogy gyakorolnom kell, hogy ne mondjak olyan szavakat, hogy ő meg izé. Mert nyilván a hatalmas nagy kommentátorok, azok sosem őznek, meg izélnek. Na mindegy, hát. Ez van. Woo! One connector. Short. Bench. De elkezdi úgy plantelni a bombát, az egy le se tisztázza, hogy nem mondja, hogy merre fog menni. Elindulunk mindet tékelni, és már plantel egyedül izé, vagy akar plantelni bén. Haj, miért? Elkózunk, vagy mit csinál? De hogy a fasz te kóznak ezek? Nem ismerik ezek az ekó fogalmát. Van short. Short is going out. Leather, going to leather. Na, ez egy one-way szerintem. Amazing, kurva, saha. Persze onnan PK-be. Szevasz, Danika! Ezt engedélyezzük. Maybe you can say info? Csizsbarát. Csizsbarát? Hát bazd meg, nézd a térképet. Csizsbarát. Ez a nagy taktika, go push B! Okay. Én úgy tudom, hogy a kurva az a kurvát jelenti. Lengyelül meg... Hát nem tudom, hogy ez ukrán... Ja, de amúgy van, az egyik az lengyel. Na, hát ennyit a go push B-ra. Side.
Kicsit low HP. Aha, low HP, az anyád. What the fuck? You see this? Under. Na jó, ennek ezek meg a mute. Nem vagyok hajlandó ezekkel beszélgetni. De miért? Miért megy be? It's planted on short. Not on short, sorry. Behind the box on the... édes Istenem, mindegy, nem ukránokkal, meg hülye lengyelekkel nem fogok beszélni, ez mind ilyen idióta nép, bazd meg. De komolyan, az a baj, hogy... Tehát agyatlanok. Miért van az, hogy ezek a nemzetek, az oroszok, az ukránok, lengyelek, bolgár, ilyen balkáni népek, ezek ilyen sötétek. Tehát soha a világ, a történelem során nem találtak föl soha semmit, nem volt semmi innovációjuk, nem fűződik a nevükhez igazából semmi izé, olyan találmány, ami az ész kéne. Itt van fölöttem ledörve. Kurva! Jaj, elmennek ezek a büdös picsába. Osony egyedül, így van. Így is ott lesznek mebbén. Most azt akarom megnézni, hogyha ezeket lekicsinyítem. Az bravo volt, bazd, de miért akar, de nézd meg, tehát... Elrohangálnak, senki nem tudja, elmegy bazd meg B-re, de nem, ő ellövi magát, és ha legalább eltalálná. Ügyes. Ügyes. Good job. Na, ez szép volt. Szép volt a fiútól. Mondok, vissza kell kapcsolom a izét. Chatet. Nem látok semmi. Na, Tillaidai, mi van? Mizu? Connector. He's on mid. Connector, maybe connector. Bazd meg! Picsába. De ugrálnak bazd meg, mint a bakkecskék. Faszom. Édes Istenem. Mondjuk ahhoz képest
3-4. Ez nem is olyan rossz. Hát tegyünk be egy B-t. Ja, hogy te jössz vissza. Oké. Mi az anyámat lövöldözött? Nincs agyad. Kiment CT-re. City. Az meg short. Ezt nem hallja. Ó, micsoda taktik. Azt a betyár mindenit. De nagy terelés. Úgy tesz, mintha elfutna underbe, de nem fut el. Nagyon nagy. De amúgy CT-ről tart a VP-s, de nem foglak. Így van a bombár. Bombával kell futni. Édes Istenem. És az előbb hoz egy 1v3-at a srác, amúgy tényleg szépen beáll a füstbe, megvárja, míg elugrálnak, és nem, néha hogy kihagy az ukránok agya, vagy én nem tudom, hogy... Na menjünk egy izé Dual Bercóval. De azt izére, mire hát Underből toljuk fel. Jungle. Mi? Nem volt semmi, bazd meg. Nem volt fegyvere. Nem baj, megyünk a Dual Bercivel. Hát, üdvök. Good luck. Rágy... Nye, prototíp. De ilyen sügér nevük is van, tehát ilyen, nem tudom. Na, ott van a backside-on. Nagyon szép. Igen. Na jó. Legyen egy füst. Legyen fő prototíp. Ilyen, nem tudom, ilyen, olyan, mint egy ilyen kommunista neve. Ez a prototípus, a atomreaktor, meg ilyen, tudjátok, ezek a... Tehát nem ilyen... Tehát nem, hogy a kommunizmus jellemző volt. Vas! Elmenném mögülem? Ja nem, csak egy oszlop volt. Jó, VP-vel védik B-t, azt biztos, hogy nem fogom támadni. Hát, komidet is valószínűleg. Az hogy a tökönbe került már be CT-re? Neked kellett itt zajongani. Miért szaggat a játékom?
És Ben 23 lehozza a meccset, illetve ezt a kört. Nagyon szép volt. Vegyük a Galilt. Rávesz, persze, hogy ráveszik. Nézzünk meg egy apit. Hogy nem voltunk. Hát, ha valaki kitolja, aztán el tudunk szedni valami fegyót. Tartanak be az meg. Hát ez a baj ezekkel a izé gyökér ellenfelekkel, tehát a sárga meg az zöld is le van mi utolva. Szép. Kapta. Na jó, hát az bőség forszolni kéne amúgy. Szóljunk rá. Ez kurva jó, megpattam, bazd meg. Aha, igen. De pont akkor, amikor... Tehát épp oda dobja. Nyilván. Ügyes a srác. Nem igaz! Az kaptam.
Szép volt, D-patyk! Hozta a kört a srác. Hát jó hét, hogy majd CT oldalon azért izé. Még jobb lesz. Kimondtam, hogy izé, jaj, ne haragudjatok, Esport egyesek, ne haragudjatok. Ja. Pont leszorom. De ez miért indul meg a bombá? Na azért. Basz, aha. A sort. Persze, hogy onnan píkelsz, te fasz. Az egyet nem bír lelőni a csapattársam, geci. Ez tök esélytelen, hogy na jó, mondjuk megpróbálom elfüstölni. Nyomunk itt terelést. Három, én egy. Remek. Nem, hogy 9-et még nem a világ. Meg lehet hozni. Hát akkor ők elmennek, aha, igen, elmennek 4-en B-re. Nagyon jó, 2 min 1 B, vagy 2 B, remek. Én majd átézgatok itt B-n, vagy án. Uh-huh. Lehet, hogy pont bejön. Two A, two ramp. Az elszíneződött játékosok, azok nagyon ügyesek. Megpróbálom átállítani ezére. Teljes képernyőre. Idegesít. Jaj ne, jaj ne. Ilyenkor bezárja ezért. Ha, nem, nem. Jó. One ramp. De ez nem jó.
Ja, de nagyon jó. Prototip az ki is lépett. Lecsatlakozott. Remek. Meg eltalál nyilván. Mert ha még nem VP lett volna, azt mondom, oké, de persze másodikra. Mondjuk lett volna még időm, kivájdalhattam volna belőle. Csak most idegesít az a izé, hogy miért szaggat ez a kurva játék, de csak ez a játék. Hogyha megy az OBS, hogy van valami a második kijelzőmön, semmi más nem szaggad be. Melyiket kell riportolni, mindjárt megy a izőn. Igazából teljesen mindegy most már, hogy mit csinálunk. És benn lehozza késen, nagyon nagy. Ez valamit kitalál, nem tudom, mi legyen ezzel a szarral. De följön bazd meg a társam Koniból, és nem, a püdös, mert rohangál össze-vissza bazd meg, de a fülét azt nem tudom hova rakja. Geci. A D-patyk. Rohadék ukrán faszok.
Ja, visszajeleztek ma. Nem, az már csak belsős információ, azt mindegy. Arra kértek, hogy egy másik videót, egy lehetőleg egy nemzetközi videót, ahol ismert nemzetközi csapat játszik, vagy hát két csapat feszül egymásnak, hogy azt is küldjem el, tehát kasztoljak egy olyat. És most amúgy épp megy egy ilyen major verseny Párizsból. Gondolkodtam azon, de már nekem így, már amikor ezt elolvastam, akkor eszembe se jutott, hogy emiatt lehet. Nekem az ugrott be, hogy biztos arra kíváncsiak, hogy mennyire vagyok ilyen nagy cséh fanatikus, aki az ilyen nagy csapatoknak az összeállításától kezdve ki mikor fingotta el magát, stb. Tudja. Én ezeket nem tudom, meg igazából le is szarom. Aztán most így kiderült, hogy hát... Nagyon szép volt, D-patyik! Ja, magyarul kér, igen. Mindegy, tehát azért azt mondjuk figyelmen kívül hagyják, hogy... illetve hát elfelejtik, hogy azért én mondjuk egy személyben végzem el minimum három embernek a munkáját, mert egyszerre nyomogatom a gombokat, a replayt, a kameraváltás, és akkor mellé még ilyen... Szaros, ez nagyon jó. És akkor mellé még ilyen szaros ukrán neveket is tanulj be. Nem hiszem el. És akkor nyilván azt várják el, hogy meccs közben mindenre is odafigyel. Nem azt várják el persze, de azt elfelejtik, hogy én valószínű azért vétek néha hibát, vagy akár a replayekben, vagy valamit véletlenül elnyomok, mert egyszerre kell mindent fejben tartanom. Míg náluk ugye az van, hogy a kommentátor kommentál, a vágó az vágja izét, a rendezőnek is van, megvan a maga dolga, stb. De ezt mondjuk azért tudnia kéne egy ott dolgozó szakembernek. Ja, hogy ő kivájdolrem. Ezek meg szaladnak B-házba. Szaladnak B-házba, az meg. Két agyatlan faszba, az meg. Hát igen, ha nem B-n rohangálnátok, bazd meg, amikor benn van a bomba án, tehát... Édes Istenem. Miért? Miért születnek ilyen emberek, bazd meg, a világra? Tehát egyszerűbb lenne az élet, hogyha nem lennének. Nekik is, meg mindenkinek, a környezetüknek.
Ja, hát oldalba lesz. Oké. Okay. Ja, hát Connyból följön. Nézzetek. Jó, azt mondja, hogy... Ó, a kliens újrintest igényel, mondjuk, az nagyon jó. Ezt közben át is állítom. Újrakintem úgyis a klienst, ja meg akkor itt megy egy-két report, kiment, a lever, prototip, anyád picsáját, AFK. Hát a többi meg egyszerűen csak balfasz volt, az a baj. Na mindegy, úgyhogy hát valószínű, hogy csinálunk még egy videót Zsombival, aki amúgy már, tehát az eSport 1-nek az egyik asztere, de ismerem őt, meg ő az edzőm a Honvédnál, úgyhogy mondta, hogy segít, nyilván, hogy persze, hogy ahogy neki is ideje lesz majd, és akkor ketten csináljuk. Tehát ahogy igazából lennie kéne egy kasznak, nyilvánvaló, hogyha valaki jelentkezik kommentátornak, akkor nem fog maga mellé azért szerezni valakit, hogy egy olyan demót tudjon elküldeni, ahol valóban két kaszter, tehát két kommentátor, stb. De olyan videót már küldtem, ahol egyedül szerepelek, úgyhogy azt nem mondták, hogy más nem lehet benne. Ha ezek után kitalálják azt, hogy jó, ez nagyon jó lehet, de akkor meg fogom nekik írni, hogy ez tehát gyerekek, ez egy másodállás, ez nem profession.hu, meg nem LinkedIn-en lett meghirdetve, nem egy rendes álláshirdetés volt, hogy mi az, amit elvárunk, mi az, amit kínálunk, stb., hanem egy valamennyit fizetnek érte, de igazából egy ilyen hobbi. Tehát, hogy mármint a szabadidődet erre áldozod. Szevasz, Bazi! Bazi! Úgyhogy jöttök csézni? Már nincs itt senki. Egy bazi. Piciber online, lesz ki is online. Menjünk már, gyertek már. Ja, szóval megcsinálom majd Zsombival. Ha ráér szombaton, akkor lehet, hogy szombaton fogunk egy közösen a... Na, jön egyet bazi. Hát várja, akkor akkor lelövöm a vacot, vagy ami ez a faceit anti-cheatet. És azon gondolkodom, hogy meg akkor a fészetet is, hogy mi legyen, itt vagyok amúgy a DC-men már, megkérdezem ezzel Picibert, meg Leszkit is. Várjál. E-mail címről küldted. Nem. Jó e-mail cím. Nem, e-mail címek semmi köze nincs. Salamkuk. Jó fasz. Slomó kukac. Vagy Jattos Lajos. Jaj. Na, Piciber is. Megkérdezem Leszkit. Megkérdezzük Leszkit. Ja, azt mondja, hogy max 5 perc. Itt vagyok már a DC-men, a Discordomon. Azt nem tudom. De mindjárt megkérdezem a szakértő urakat itt, majd, hogyha becsatlakoztak, hogy
hogy indítsam az Allow Third Party-val, vagy ne azzal, és akkor screen-t izéljek. Tom. Csak akkor meg az a baj, hogy a chatet nem tudom nézni semmivel. Illetve hát tudom, csak... Az a baj, hogy ez... Mondjuk azon gondolkodtam még, hogy vajon úgy szaggatás. Azt tettem igazából észre, hogyha addig elmondom, amíg itt jönnek az emberek, hogyha a második képernyőben az OBS nincs letálcázva, akkor ilyen mikrolagos lesz a csé. Illetve azt is észrevettem, hogy most ugye így letálcáztam, de ugye chatet nyilván meg kell nyitnom valamit, és azt így böngészőben nyitom meg. Van a YouTube chat, a Twitch chat, meg egy ilyen szám, a nézőszámnak a megjelenítője. Tehát három ablak. Bocsász. És akkor is egy picit. És úgy vettem észre, hogy ha azokat is letálcázom, akkor jó. Tehát itt nem tudom, ez a második monitor kezelése a chainnél, tehát bármilyen más játékról legyen szó, semmi probléma nincsen, de csak a chainnél van. Jó, mi kibírjuk azt a pár hetet, hónapot, amíg megjelenik a C2, tehát nem, reméljük, hogy nem lesz ilyen probléma. Most azon gondolkodom, hogy, mert ugye, és ki van kapcsolva a böngészőbe a hardware-es gyorsítás, mert azon is gondolkodtam, hogy lehet, hogy az szól közben, kipróbáltam most ugye teljes képernyős módba a C-t, az sem működött. Tehát tök mindegy, hogy ablakos, teljes képernyő, vagy nem. Mi volt? Ja igen, és most azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy a böngésző, meg az ilyen OBS hűl meg, illetve az hűíti meg, hogy a laptop, tudom, ez ilyen nagyon derájfixdít megoldás, de hogy a laptopomat kapcsolom be, azon belövöm a cseteket, nyilván látom live-ba, és akkor egy remote desktop fut tulajdonképpen az izében, és talán a remote desktop az nem fogja zavarni a csét. Értitek? Mert igazából akkor ami megjelenik a remote desktopon, azt ugye annak a gépnek a GPU-ja végzi lényegében el, és ez meg csak egy, hát fasz tudja, nem tudom. Mindjárt kipróbálom. Most már? Na várjatok. De most mi szaggat a izé is? Nem. Jó, azt hiszem, hogy szaggat itt a bimbóz is. Mihail Soft bimbóz. Be akartam kapcsolni. Techbarát laptop. Jaj, igen, beszereztem. Na, Bazsi? Bazsi? Hol vagy? Nincs itt még a Pazsi. De, itt a Pazsi. De régen nem, meg most már nem is nagyon fogunk találkozni, mert nincsenek már honfél edzések. Tudom, hogy meg akarom kérdezni most, hogy a különbözős hogy lesz, meg hogy folytás tudik-e olyan formában, mert hogy tudjuk ezt csinálni, mint eddig, hogy random belépünk, aztán játszunk. Hát szerintem amúgy végül is amellett, hogy bevezették az új rendszert, igazából, ha van rá ideje, csak hát nyilván ingyen nem fogja válni, de hát én nem tudom, úgy ja, fizetek hát ugyanúgy ez... izé, és akkor az mondjuk egyenesen a zsebébe, vagy most mindenki utal neki egy ezrest, azért most egy izéből összejön neki, akkor nem tudom, 5-6 ezer forint egy sessionből, azt csak játszani kell kb. Ja, mondjuk nem nagyon foglaltak eddig. Szia, Piciber! Az év rendezője, Esport 1-es, mi ez? Rendező, vagy hogy mondják, mi a megfelelő, Observer. Ez nem az. De Observer is vagy, nem? Minden. Minden is. Kérdeztem Leszky urat is, de nem válaszolt. Ő nem szeret engem. hogy jönne. Hol kérdeztem? Mit kérdeztem? Ez Steamen. Hogy jön a Buzzy, meg te is. Nyakodozik. Ja, csak én online látom, hogy aztán ugye itt nem mutassa. Ja, jó van, akkor nem zavarjuk, vagy zavargatjuk. Csináltuk a pikemet, ezt elmenni kodozni. Ja. Na, gyors technikai kérdés, hogy Allow Third Party-t belőhetek, ők vagy? Toljad nyugodtan. Mert nem tudom, ez a két monitoros izé, nem szereti a csíj a második. Tehát, ha az OBS föl van nyitva, akkor az izé, tehát ilyen mikrolaggos, de most már így a három böngésző ablak is, hogyha ott van a második monitoromon, akkor is mikrolaggos a csíj. És ha letálcázom őket, pedig három kibaszott böngésző van, amivel a csé fut, vagy a chat. Azért nem szoktam csé streamelni a saját csatornára. Vagy nézhetném telefonról is mondjuk ezt a csetet, de hát az annyira izé, favágó. Na, mindegy, mi ez? Allow. Third Party.
szoftvare. Na, akkor lépek is befelé. Azt mondja, hogy... Hol nézitek a major döntőt? Hát Párizsban. Igen? Dehogyis. Hát kizárólag az eSport 1 TV-n. Nem? Csak a zsombik azt. Ma lett bejelentve, hogy na, milyenek lesz. A Cinema City-ben lehet nézni majd nagy vászon. Tényleg? Aha, az arénában lehet majd nézni, mert megjött a elővétel. Let's go. Viszont nem túl olcsó jegy alapvetően. Viszont... Mennyi? Azt hiszem 7000 körül, 7000 valamennyi. Off. És kapunk, de jó, de kapunk csés. De benne van egy popcorn menü. Végül is, hát annyiba kerül egy ilyen VIP mozi az arénában, nem ez a, ahol így a hát, popcorn jaj, meg jaj, a kaja előtt. Úgy, meg... annyiba kerül a VIP, csak ott annyit teszem, amit akarsz. De ha belegondolsz, egy sima mozi egy plusz a popcorn menü, amit adnak mellé, az, az is ilyen 5500 körül van. Ja. És akkor 7000 valamennyi az egész. És itt meg ráadásul csét nézhetsz, és ráadásul az év, gondolom az év kommentátora a tolmácsolásában meg... Hát tényleg magyar kaszterekkel. Magyar. Gondolom az eSport egyest fogják, igen, nem? Igen, aha, aha. Hát ez nagyon nagy. Igazából ingyen is nézheted otthon, de ha van szabad fölösleges 7000 forintotok, akkor menjetek el az Arena Plázába, és... Popcornt is kaptok nagy és popcorn, így van, sőt, utazzatok föl Zalaegerszegről is. Jó, hát nyilván nem. Tőleg a többi vidéki mozikban nem lesz. Mert Bazsit nem látom, nem tudom, hogy beírni. Mert nem vagyok online, de... De várjál, most látlak. Így. Nincs rangom. Mi a fasz? Hát még ment választották ki. Ja, mert de miért volt a szentsegédbe? A szentsegéd. Én Timberwolf vagyok Danger Zone-ba. Engedni fogja egy ezért a különbséget? Ja, ez még nem nagy. Verre folyt. Így basszom. Ja, tényleg, jó. Jó, jó, igen. Csatlakozom. Így. Mehet bármi. Mehet bármi kiéve a Nobis. Ja. Na szóval remélem, hogy a C2-ben ez a problémát. Bár szerintem én nagyon úgy érzem, hogy nem fogják megoldani továbbra sem. Tehát eleve ez az Allow Third Party is maraság is. Hopp. Ó! Ó! Ekkora invett voltam. Hoppá! Itt van Rehabúr is! Azt mondja, hogy akkor... Tek, barát! De ez, ő már volt itt, úgy tudom, úgy emlékszem. Igen, rá. Kérdezem, megmondta neki. De átküldöm, hogyha nincs meg. Kialt ablak az ablakból. Most úgy tűnik, hogy még jó. Egyszer... E, itt van! Hello. Hello. Hogy ne lenne, persze. Há, hol? Hát ki nem ismeri? Hogy? Ez igen, miért? Egyértelmű. Hát már csak akkor lesz ki kéne. Persze. Már csak lesz ki hiányzik, de hát valami hülye kód. Ja. Ja, valami második világháborúban ropogtad be az meg, ami cigányozó állapot. Ilyen agyatlan játéka. Ember háttérben meg volt nyitva a lesz ki stream basszus. És ízét csinálom a pikkemeket, azt annyit hallok be az ízét a spirit, hogy de nem rakja le ez a koszos diószagú cigány, majdnem leestem a székről. Mondom, a kurva ez az ember még mindig egy idiót. De mi ez a tépix prós izén ment? Ajaj. Na, várjál. Segíts nekem. Pizziper. BNE vagy 930? Nine traktunk be Leszkivel. Én azt raktam be, utána meggyőztem Leszkit, hogy azért nem BNE. Én is őt akarom egyébként. A Nine-ben szerintem menne vagy 3-0, de ezek a BNE-ben nincs. Figyelj, az BNE-be talált a lebjutás. És akkor itt a felsorol Into the Breach az 0-3. Nem, szerintem ők nem, de jó. Szerintem kurvára kiszopnak mindent. Amúgy. Szerintem vagy a Gamer Legion, vagy a Fnatic. Hát én szerintem ez az Into the Breach, ez kuka lesz nagyon. Mi a BO-t ők jönnek? Nem, de... Nem, ugyanígy svájci csoportkör lesz még először. A tovább jutó... Ja, hogy úgy mondod a 3-0-et, hogy 3-0... Ja, értem. Igen. Heroic Navi Vitality, NG2 Face Fury.